Szóval amikor én azon elgondolkodtam, hogy a magyar irodalom hagyományaiból milyen szöveget válasszak ki, amin talán meg lehet mutatni valahogy a megkülönböztetésnek, a hátrányos megkülönböztetésnek, a rasszista gondolat megszületésének egy pillanatát, akkor nekem rögtön szép ernyő jutott eszembe, mégpedig az Emberszag című dokumentumregénye, amit 44 októberi, novemberi élményeiből írt, akkor költöztették a Pozsonyi úti egyik csillagos házba a zsidókat, és ez Szálasi Nyilas hatalomátvételének első napjaiban történt, hogy felsorakoztatták az ott lakó férfiakat, tekintet nélkül az életkorukra, az idősebbeket is, és elkezdték őket vonultatni Budapest környéki településeken keresztül, hogy aztán valamiféle sáncot, lövészárkot ásassanak velük a szovjet csapatok megállítása céljából. Ezt a két hetet írja le, és azt sikerül neki megragadni ebben a szövegében, hogy hogyan érinti először egy gyanútlan, tiszta, gyermeki lélekkel, szinte csodálkozóan az a gondolat, hogy tehát hogy különböztetnek még itt minket, hogy tényleg lehetséges, hogy a vallás, a származás, lehet az a kérdés, amely hátrányos megkülönböztetés oka lehet. És akkor visszagondol az ember arra, hogy Szépernő, igen, itt már elkezdte már a 19-ben például, amikor igazán elcsodálkozott azon, hogy lehetséges az, hogy zsidóságát valakinek észbe veszik, számon tartják. Én ebben nem vagyok beleegyezve, se belenyugodva, ezt írja. Csak ráhagyom, hogy zsidó vagyok, hát mit csináljak? Egész életemben zsidó legyek. Tessék talán felosztani ezt, mint a katonaságot, vagy mint a közmunkát. Mindenki szolgáljon mondjuk egy évet, mint zsidó, ha már okvetlenül kell neki valaki. Nekik valaki zsidó is legyen, azon kívül, hogy ember. Na most ebben valami egészen megejtő, őszinte és tiszta rácsodálkozás van, persze egy kicsit tettetett naivitás van benne, hogy lehet ez, hogy embereket így különböztetnek meg? Hogy lehet az, hogy hátrány érheti őket emiatt? És tulajdonképpen az, hogy eljut odáig, hogy e gondolat tovább fejlődése jegyében gyilkolni is kezdenek, szóval valahol ott lehet megragadni, amikor elkerekedik a szeme, és mint egy gyermek csodálkozik el ezen, hogy ez hogy lehetséges, hogy ez hogy merik meg, csak hogy nem szégyelik, hogy nem röstelik el magukat, és ez az a hangütés, amik az Emberszagban aztán megjelenik, és végig kíséri ezt a hát gyönyörűséges dokumentumregényt, amely voltak éppen nem bocsátkozik bele igazán szörnyű jelenetek taglalásába, azt írja le, ami vele történt, és az messze-messze nem a legrosszabb, ami történhetett akkor. És én nekem az az érzésem, hogy az Emberszag pontosan ennél a hangütésénél, ennél a keserű, rácsodálkozó megdöbbenésénél fogva, ennél a hangütésnél fogva valahogy a gyökerében van az ezt követő holokauszt irodalomnak. Az az érzésem, hogy mindnyájan, akik utána írtak a holokausztról, legalábbis a magyar szerzők, mindnyájan, akik megpróbáltunk irodalmon keresztül ennek a kérdésnek a közelébe kerülni, vagy ábrázolni, vagy megérteni ezt, szépen Emberszagából bújtunk elő.